Kicserélik az egyik kis feszültségű földkábelt Kanizsa belvárosában az áramszolgáltató szakemberei. A több mint 7,5 millió forintos projekt március 16-án kezdődik, de a nyomvonal kijelölése már a napokban megtörtént. A munkálatok egy 200 méteres szakaszt érintenek a Rozgonyi utca, az 56-os emlékkert és a Sugárút 2 per ál közötti területen. A csere ideje alatt forgalomkorlátozásra kell majd számítani az érintett útszakaszon.